Tanácsadással, információkkal és képzésekkel segítenek azok a női információs és szolgáltató központok, melyek Egerben is helyet kapnak. Az első ilyen iroda a Felsővárosban a Kalomalom utca 88 szám alatt kapott helyet, ami szerdától várja főként azokat a kisgyermekes anyukákat, akik szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra. Terveink között szerepel az, hogy tréningeket, képzéseket bonyolítunk le, és felmérjük azokat a hölgyek, ezeket a hölgyeket, akik hozzánk fordulnak, hogy milyen típusú tréningek szükségesek ahhoz, hogy ők a munkaerőpiacra visszaintegrálódjanak, például számítástechnikai nyelvi képzések, illetve olyan jellegűek, hogy hogy kell egy jó önéletrajzot megírni, önismeret, tehát különböző témacsoportok vannak. A központ munkatársai a munkáltatókkal, munkaadókkal is felveszik a kapcsolatot. Fórumot tartanak nekik, hogy megismerkedjenek az atipikus foglalkoztatással, ami az otthoni munkát vagy a kötetlen munkaidőt is jelentheti a visszatérő édesanyáknak. Az átadáson elhangzott, ez az alkalmazási forma még gyerekcipőben jár Magyarországon. A Ficsakkal, a Fiatal Családosok Klubjával közösen az önkormányzatunk elnyerte ezt a pályázatot, és nőközpontokat hoztunk létre. Egyet itt a Felsőváros területén, a másikat a hivatali épületben, a Kossuth-Lajos utcában, és tervezzünk még egy harmadikat is a Garzonház alatt, amikor a helyet sikerül kialakítani. A 3 éves projekt 200 millió forintból valósul meg Egerben. Ennek köszönhetően a Felsővárosban 2 helyen, valamint a Kossuth-Lajos utcában és a Városháza üvegtermébe is várják az érdeklődő nőket. A résztvevő édesanyák gyermekeiknek játszósarokkal és megőrzési lehetőséggel is készülnek a dolgozók.